már a sziromhullás végén járó golden almafánál pillanthatjuk meg az első levéltetű fertőzést, amely almánál akár olyan szintű is lehet, hogy ellene már önállóan is védekezni kell. Megjelöltem tegnap az ágakat, és íme itt van, a talán mindenki által jól ismert almafa levélpirosító levéltető, amely a vörösödő hólyagok hátuljában, néha főleg a nagyobb fertőzésnél meg is találhatjuk a levéltetveket. Starkingnál is, a Jonathannál is találkozunk majd szép számmal lent a kert aljában, tehát ezek nem kötődnek fajtához, úgy, ahogy azt a lisztharmat teszi. Itt is van egy fertőzés, és még több helyen is. Nem szokott olyan szintűvé emelkedni a levéltető kártétele ebben a kertben, hogy csak önállóan ellene védekezni kellene. Amennyiben mégis, akkor itt vannak a speciális levéltetőlőszerek, ilyen például a pirimóra, a teppeki, de az almamojra úgy is lassan permetezni fogunk például a mospilánnal, vagy annak valamelyik névváltozatával, ilyen például a gazelle, és ez egyben a levéltetvekre is jó, tehát gyéríti őket. De ha valaki otthon valamelyik piretroid hatóanyagú készítménnyel, például a Kaizo Gardennel, vagy a Karatével, vagy a Decissel rendelkezik, azzal is oda csaphat a levéltetveknek, ha szükséges.